Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Kezdetét vette az országgyűlés őszi ülésszaka, úgyhogy legfőbb ideje egy rövid politikai helyzetértékelést adni. Nem kell hozzá Zsaninnek lenni, megállapítsuk, hogy az elmúlt hónapokban, az elmúlt fél évben nagyon jelentősen átalakult a magyar belpolitika. Egyrészt az antik és most már megantikolt baloldalon törpe, mikro és tanopártok esnek szét, és az antik baloldalon bizony kapuzárási pánik tört ki. Ennek látható jeleit megtapasztaltuk a tegnapi ülésnapon is. Aztán adott az Ófidesz, és a folyami Fidesz, vagy éppen a nemzetközi baloldal legújabb próbálkozása. Ez a két megközelítés versenyez egymással az elmúlt fél évben Magyar Péter megjelenése kapcsán. Valljuk be őszintén, a nemzetközi baloldal legújabb próbálkozása minősítés tűnik most valószínűbbnek, és a nevezett úriember a diktafontól a Lehel kürtjén át mai napon jutott el az 56-os lyukas zászlóig. Ezt csak így kicsit humorosan próbálom megjegyezni. És aztán a jelentősebb szereplők között szerepel a Mi Hazánk mozgalom, egy egyedüli, tisztán hazafias, patrióta és szuverenista párt, és nem csak szuverenista, ez látható a brüsszeli politikánkban is, hanem megalakulásától kezdve szuverén, és az is fog maradni. Ha össze akarjuk foglalni egy rövid mondatban, vagy akár egy bővített mondatban, hogy mi önökkel, mi a kormánnyal a magyar emberek jelentős részének a legfőbb problémája, akkor a következőt lehet mondani. A magyar emberek jelentős része, tisztelt hölgyeim, úr és uraim, úgy gondolja, hogy hiába dolgoznak több munkahelyen, akár napi 10-12 órát, vagy annál is többet, úgysem jutnak előbbre. Akik legérzékenyebb testrészeik környékén tesznek határozott kézmozdulatokat, azok húznak hasznot belőle. Ez a legnagyobb probléma, és az, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy önök egy olyan társadalom és gazdaságszervezési modellt, ha ezt lehet annak nevezni, hoztak létre az elmúlt 14 esztendőben, amely szerint néhány családnak mindent, és a társadalom nagy részének pedig semmit. Jeleztem önöknek többször, hogy 4-5 fő az általános iskolában sem számít osztálynak. 4-5 család sem a gazdaságban, sem a társadalomban nem számít egy külön osztálynak. Ugyanakkor néhány ezer milliárd forintos családonkénti jövedelemmel, vagyonnal gyakorlatilag mindent leuralnak. Nem jut lehetőség az átlag vállalkozónak vállalkozás fejlesztésre. A pályázatokat eleve úgy írják ki, hogy szinte már el sem olvassák a kis vállalkozók, akik gyakorlatilag a vállukon viszik, a hátukon viszik ezt a magyar gazdaságot, mert esélyük sincs már a pályázat benyújtására sem. És hogyha igaz az, amit önök statisztikailag kimutattak, hogy Budapesten nettó 512 ezer forint az átlag jövedelem, akkor számolják ki, hogy a mai élelmiszerárak a mindennapi megélhetési költségek mellett ez mire elég? Mennyit tud félretenni egy átlag dolgozó, mennyit tud félretenni egy átlag család? Esélytelenné válnak az emberek döntő többségükben arra, hogy a gyermeküket tanítassák, elindítsák az életben, a lakhatás pedig elérhetetlen vágyáron marad az önök elhibázott gazdaságpolitikája miatt. Nem kell tehát csodálkozni, hogyha színre lépett egy új szereplő, aki akárhogy is nézzük, az önök kreatúrája. És mondhatnám azt egy pikért megjegyzéssel, hogy Frank Nerstein a megalkotói ellen fordult, legalábbis ennek látványos jeleit tapasztaljuk. Nem mond semmi újat, gyakorlatilag a hibalistát sorolja fel, amit egyébként mindannyian ismerünk, programja nincs ellentétben azzal a Mi Hazánk mozgalommal, amely a Viroda programban a legfontosabb elképzeléseket már 2,5 évvel ezelőtt is lefektette. Aztán azt is tudomásul kell venniük, hogy nem ő ennyire rokonszenves, hanem önök váltak ennyire ellenszenvessé. Nem őt szeretik ennyire sokan, hanem a kormányt az előbb elmondottak miatt utálták meg így nagyon sokan. És hát az a helyzet, hogy amíg az egészségügyben, az oktatásban és a társadalom és a gazdaság különböző alrendszerében a működés képtelenség határára jutottunk, és nagyon sok konfliktusunk számára váltak kilátástalannal mindennapok, ez a szereplő elég ügyesen próbálja megtéveszteni a közvéleménynek a nagy részét. Nem kell tehát csodálkozni, hanem meg kell érteni ezt a jelenséget. Aztán az is érdekes persze, hogy neki az elmúlt 14 évben, 14 évből 13,5 éven keresztül, aktív pályafutása 20 évéből 19,5 éven keresztül a világon semmivel semmi problémája nem volt, ahogy elfogyott a zseton, úgy rögtön 43 évesen most született ide, és ráeszmélt arra, hogy bizony
milyen rosszul működik ez az ország, és mennyire reménytelenek itt a mindennapok. Mi vele ellentétben nem csak a hibalistát soroljuk fel, hanem programmal szolgálunk, erről fog szólni a következő másfél évünk, és így fogjuk sikeresen megvinni majd a 2026-os választásokat. Köszönöm szépen!